feltétel. Erről szól az állami számvevőszéki törvényjavaslat, amely a tisztelt ház előtt van. Meg kell határozni, és kérem, a céltról beszéltem, átlátható és elnőzött közpénzügyi felhasználás. Konkrét feladatokat kell szabni, ehhez szervezetet kell biztosítani, hatékony és jól működő szervezetet, amelyben az elnök úrnak és stábjának komoly felelőssége van, nekünk pedig a szükséges feltételeket is biztosítani kell. Nem a függetlenséget kell hangsúlyozni elsősorban, hanem ezeket az ügyeket, hogy pontos célja, feladata, szervezete és feltétele legyenek az állami számvevőszéknek, és itt tegye a jelentést. Az, hogy beszámoló vagy jelentés, miért tisztelt hölgyeim és uraim, ezekről lehet napokig vitatkozni, de van érdemi jelentősége? Elfogadjuk-e vagy sem? Beterjeszti a munkáról szóló jelentést, és akkor elfogadja a ház, vagy pedig azt mondja, hogy nem. Hölgyek, urak, itt lehet jogászkodni. Nem akarok személyeskedni, és remélem nem veszik annak. Nem veszik annak, Nyikos képviselőtársam, a számvevőszéki és költségvetési bizottság elnökének megnyilvánulásaira szeretnék reagálni, mert nem hagyhatom ki. Olyat mondta, hogy a kormány oldal felelőssége. Mert tisztelt hölgyeim és uraim, december 31-ig fél év sem telt, vagy annyi lehetősége sem volt a számvevőszék elnökének. Tehát még az is csúsztatás, hogy egy évet a Domokos elnök úron kérünk számon, mert fél év is alig volt. Ezt önnek is tudnia kell, és úgy gondolom, hogy a költői túlzásokat mellőzzük pénzügyekben. A pénzügyeket jellemzi az, hogy határozottak a dolgokban, számok azok nem hazudnak, beszélnek, és egyértelműek. Szóval azért számokban nem mondjuk egy évet, mikor Domokos elnök úr nincs egy éve még elnök. Ez egyszer. Másik. Milyen tisztelt hölgyeim és uraim, Nyikos elnök úrnak azért fontosak a vélekedései számomra, és azért figyelek oda nagy tisztelettel, mert ő azokat a hibákat emlegeti, amelyeket ő maga is elkövetett ebben a szervezetben. Aki nem tudná, 12 évig volt alelnöke ennek a szervezetnek, a rendszerváltást követően. Tehát bocsánat, de azokat, amiket ő elkövetett hibákat, és alkotmánysért, és sok egyéb másra hivatkozik, azt milyen tisztelt elnök úr, megkérem, hogy ne verj el a fél éve regnáló számvevőszéki elnökön, mert ez nem korrekt, nem tisztességes. Én úgy gondolom. Szóval akkor, amikor ön 12 év volt alelnök, és korábban is 8 évet dolgozott, sőt később számára visszadolgozott ennél a szervezetnél, akkor nem illik azokat a hibákat itt poentírozni, amelyek, és számon kérni, mert poentírozni lehet, azt én nagyon szívesen veszem. Tudik, a hiba az hiba, ennek önnek igaza van ebben a kérdésben, tehát azt nyugodtan mondja. Csak ilyenkor mellé kell tennie, hogy ezt én is elkövettem, mert ott voltam. Sőt, ezért fizetés is kaptam, hölgyek urak. Azért mégiscsak így lenne korrekt, ha azt elmondaná. A saját személyes hibáinkat ne próbáljuk másokra hárítani, ugyanis ez a baloldal specialitása, hogy a saját bűneiket mindig másra passzolják. Emlékeim szerint 1919 óta van, 18 óta van, 19 óta van ez így, hogy a személyes bűneiket mindig másra passzolják. Uraim, felejtsük el a mutogatást. Ha valami jó, akkor jó, ha rossz, akkor pedig rossz. És tegyük a dolgunkat. Én azt mondom, hogy ebben mindenki véleménye számít, tegyük jobbá, tegyük hasznosabbá, tegyük okosabbá, tegyük még progresszívabbá a saját szervezetünket, hisz elmondom akár ötödszörre is, hogy a tisztelt háznak a legfontosabb közpénzügyi elnőző szerve a saját szervezete. Az állami számvevőszék. Tessenek megérteni. Tehát aki nekünk bedolgozik, aki szakmaivá teszi a munkákat, és helyettünk elnőriz, mert egy képviselőre képtelen, azt meg kell becsülni. Meg kell becsülni, és instruálni kell. Meg kell mondani, ezt kérjük tőlük. Szóval országgyűlési határozati javaslatra hivatkozni 10 évesre, mikor egy olyan törvény van, amiről jobb nem beszélni, de az elnök úr volt szíves és tájékoztatta, volt ÁSZ alelnököt is, hogy milyen törvény anomáliák voltak, amelyekben szintén személyesen részt vett ön a törvény előkészítésében annak idején, ugye nem tagadja a jelenlegi hatályos ÁSZ törvényben. Akkor azt most nem illik ismételten a fejükre olvasni. Rossz a törvény, nem azért, mert rosszul csinálták meg önök, hanem az idő eljárt felette. Ez a korrekt vélemény. És ebből tapasztalva, jó törvényt kell majd alkotni, hogy 2011-ről az állami számvevőszék a szájunk íze szerint, de nem is ez a legfontosabb, hanem a törvény szerint a közpénzügyek elnőzésére folytott figyelmével adjon tájékoztatást, hogyan hagyta végre a munkáját. Tehát tegyük lehetővé. Hölgyek, urak, el kell mondanom még egyszer, mert szerintem fontos dolog,
hogy ma az alaptörvény hatályba lépését megelőzően a legfontosabb sarkalatos törvény az állami számvevőszékről szóló törvény. Tessék már megérteni, hogy a szándék tisztességes bennünk, akkor nem is értem, hogy miről beszél Nyikos képviselőtársam, hogy itt a kormány oldal felelőssége. Nem értem. Magyarázza meg, miért vagyok én felelős azért, kormány oldalon lévő, hogy benyújtok a törvényjavaslatot. Azt sem értem. Azt mondják, képviselő nyújtotta be. Hát ez igen, ez igaz, Rogán Antal. De tessenek, és elmondtam már a törvényjavaslat általános vitájában is, tessenek mondani, citálni azt a szabályt, mit tiltja meg, hogy egy parlamenti képviselő, mint ahogy tette Nyikos úr is, ő is megtette, egy törvényjavaslatot készített. Nem az övét fogadjuk el, hanem ott is a fontos megjegyzéseket beépítjük majd, hanem Rogán Antalét. Hölgyek urak, ezzel lehet mosolyogni, és én is mosolyogom rajta, de nem ez a dolog lényege. Én tudok mondani olyan érveket, amelyben azt tudom bizonyítani, hogy Nyikos képviselőtársunk, mint a számvevőszéki bizottság elnöke, rossz javaslati pontokat tett. De ettől megkíméltem, mert úgy gondoltam, hogy azt mondom, hogy nem szimpatikus, és nem tartom jónak, hanem másét tartom jónak, a Rogánét. Ez pedig az én szívem joga. Majd a szavazásnál ön is megnyomja a megfelelő gombot, hogy melyikre voksol, vagy melyikre nem. Szóval térjünk vissza a dolgok lényegére. 2010-es beszámoló. Hölgyek, urak! Én el tudom mondani önöknek, hogy tisztességes jelentést kaptunk, mármint a lehetőséghez képest, hisz az apparátus azért működött, azt, hogy nem volt mindenben megfelelő kompetenciája, az a törvényhibája és a fejetlenség hibája. Az ott dolgozó számvevők, azok tisztességes emberek. És jól dolgoztak az elmúlt évben. Hogy a elnőzésük nem lett hatékonyabb, azaz mi nem vettük, vagy nem vettük komolyabban, az azért volt, mert korábban erre nem tartottak igényt. De kérem, teljes támogatását élvezte a számvevőszék újbóli kezdeményezéseinek, amiben büntetőfeljelentés sok egyéb más intézkedést tett az elmúlt időszakban. Tessenek nekem mondani már az elmúlt 20 év alatt, mikor volt progresszív a számvevőszék. Elegünk van belőle. Progresszívé kell tenni. Közérdekből. Az ország 10 millió állampolgára várja ezt, hogy hova tűnt el a pénze. Nem kívánom a tartalomjegyzéket felolvasni, azért belelapozok. Szakmai feladataink és eredményünk, mondja a jelentés, de tudják mit? Nekem már az előszó szimpatikus. Ugyanis az első oldalán generációváltás zajlik a állami számvevőszéknél. Hölgyek, urak, mi sem lett szimpatikusabb számomra, hogy a megcsontosodott, sőt, nagyon tisztességesen szakmájukat teljesítő szakemberek után egy fiatal generáció, tanultabban esetleg, a világhoz jobban alkalmazkodóan, friss ismeretekkel kerül az állami számvevőszékhez. 25-30%-a megújul az állami számvevőszék állományának. Hölgyek, urak, én úgy gondolom, nagyon helyes dolog és jó dolgról van szó. Aki elérte azt a korhatárt, vagy nyugdíjba kívánt menni, a számvevőszék kötelékéből kivált, és több fordulós pályázaton keresztül, amely komoly munka volt azért, úgy gondolom, kiválasztani az alkalmas jelölteket. Fiatalokat allokáltak az állami számvevőszék állományába. A 2010-es körzetről is számot ejt, és szól a jelentés. Az elnőzést támogató háttértevékenységekről, a jelentés közreadásának módjáról, jelentései közreadásáról. Hölgyek, urak, én úgy gondolom, hogy sosem kaptam, és láthatott a magyar közvélemény sem, ilyen terjedelemben és ilyen számban számvőszék jelentést az elmúlt időszakban. Még több kell. Ha több vizsgálat lesz, mindent az ablakba. Mindenki lásson minden elnőzést, nincs tabu téma, nincs titok, a közpénzügyel mindenkinek kell tudni számolni. Milyen tisztelt hölgyeim és uraim, a 2010-es tevékenység, tehát egy fél éves tevékenység, vezető nélküli, de ugyanakkor működött a tisztelt állami számvevőszék a mi hasznunkra, a mi segítségünkre, és akkor megedik, én szeretnék a progresszióról
egy fontos dokumentumot is bemutatni. Nem tudom, ki ismeri. Ugyanis minden összefügg, és minden törvényjavaslatban van pénz is. Milyen tisztelt hölgyek, urak, a sarkalatos törvényekhez szóló számvőszéki javaslatot kezünk közt kaphattuk. Terjedelmes anyag. Következő időszak törvényalkotási munkájhoz a számvőszék megfogalmazta véleményét, javaslatát. Tessenek el olvasni. Fontos kautélák ahhoz, hogy a törvényeinkben ne kövessünk el hibát, jobb törvényt hozzunk, mint korábban hoztak, mert nekünk nem lehet szándékunk a rossz törvény, nem lehet a kiskapus törvény a szándékunk, nem lehet a felületes és a rosszul szabályozott, sőt a túlszabályozott törvény sem lehet a feladatunk, mert tisztelt háznak, amikor az új sarkalatos törvényeket megalkotjuk. Milyen tisztelt hölgyeim és uraim, nem szaporítva a szót, de úgy gondolom, hogy köszönettel tartunk az állami számvőszék általunk, azaz a korábbi kormány által kreált feltételek mellett is igyekezett teljesíteni feladatát, ezt megfelelő módon megtette. Kérem önöket, hogy figyeljünk oda mindig a tevékenységükre, nagyon fontos dolgot végeznek számunkra, és amikor a munkákat elvégezték, köszönjük meg, bíráljuk meg, kritizáljuk és értékeljük, mert nagyon-nagyon fontos a közpénz, ezek átláthatósága, értékelése, az ország fejlődése, nyugalma, biztonsága és a rend érdekében is, amit ők tesznek. Úgyhogy köszönöm, elnök úr, köszönöm kedves mindenkinek, hogy meghallgattak. Köszönöm. Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés. Megadom a szót Boldvai László képviselő úrnak, az MSZP képviselőcsoportja vezérszónokának. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Az állami számvevőszék, az országgyűlés pénzügyi gazdasági ellenőrző szerve évente beszámol előző évi tevékenységéről. A jelentést az országgyűlés illetékes bizottságai napirendre tűzik, és azt a plenáris ülés minden évben megtárgyalja. Szeretném mondani valóm elején leszögezni, hogy a szocialista képviselőcsoport a jelentésről szóló szavazás során tartózkodni fog. Azért fog tartózkodni, mert azt gondoljuk, hogy a bizottság fideszes többsége által elfogadott határozati javaslat második pontját nem tudjuk ebben a formájában támogatni. Nem tudjuk azért támogatni, mert nem tartjuk elegánsnak azt a megoldást, amelyet a fideszes többség a bizottsági túlsúlyával a parlamenten keresztül akar hajtani. Azt gondoljuk, hogy a állami számvevőszék középtávú stratégiájáról szóló előterjesztést vagy az országgyűlésnek külön napirendi pontként, vagy ahogy erről Nyikos bizottsági elnök úr szólt, az állami számvevőszék elnökének akkor önmagában kellett volna adott esetben a állami számvevőszéken belül elfogadtatnia és közzétennie. Ezt a mixet, amelyet ebben a határozati javaslatban előállítottak, mármint azt, hogy a 2010-es tevékenységről szóló beszámolóhoz hozzácsapták a középtávú stratégiát magunk részéről így, mint hogy ezt jeleztem, nem tudjuk támogatni. Ezzel együtt szeretném frakcióm nevében megköszönni az állami számvevőszék munkatársainak azt a magas színvonalú munkát, amelyet az elmúlt években teljesítettek, és amelyet 2010-ben is teljesítettek. Szeretném a beszámoló szempontjából különleges évnek nevezni a 2010-est. Egyrészt minden választási év magában hordozza a lehetőséget, hogy az induláshoz képest később más színezetű kormány irányítja az országot. Ez 2010-ben is így történt, és gyakorlatilag az ellenőrzések egy adott éven belül két kormány tevékenységére terjedtek ki. Másrészt, és ebből a szempontból is különleges a 2010-es év, a szervezet vezetésében is változás történt. A parlament által megválasztott fideszes jelöltek elfoglalták az állami számvevőszéket. Tisztelt képviselőtársaim, nem tehetem meg, hogy ehelyütt szót ne ejtsek. A jelenlegi napirenden szereplő 2010-es állami számvevőszéki tevékenységről szóló jelentéssel egy időben arról a tisztelt ház előtt lévő úgynevezett sarkalatos törvényről, amely az állami számvevőszékről is szól. Csak reményemet tudom kifejezni, hogy az újonnan a fideszes többség által elfogadott törvénynek nem az lesz a hozadéka, hogy ez a most tárgyalt jelentés lesz az utolsó azok sorában, amely valóban egy pártsemleges, a demokrácia alapszabályait figyelembe vevő, világos törvényi keretek alapján végzett, törvényben szereplő felhatalmazás alapján elfogulatlanul és pártoskodás nélküli teljesítményösszegzést tartalmaz. Mondom,
csak reménykedni tudok, de tudják, a remény hal meg utoljára. A benyújtott új szabályozás sajnos nem ezt támasztja alá, de bízom benne, hogy a tárgyalás során belátja a fideszes többség, hogy rossz úton jár, és az elhibázott pártos személyi döntést nem tetézi egy teljesen szabad kezet adó törvényi felhatalmazással. Tisztelt képviselőtársaim! Az állami számvevőszék 2010-ben, mint az az anyagban is szerepel, a korábbi független és szakmai körökben nagy tekintélyű elnöke által jóváhagyott, az Országgyűlés Költségvetési Pénzügyi és Számvevőszéki Bizottsága által megtárgyalt, ellenőrzési tervben foglaltak szerint végezte tevékenységét. A 2010-es ellenőrzési tervben összesen 65 téma szerepelt, évközben ez a terv 6 feladattal kiegészült, 3 törlésre került, így a módosított ellenőrzési terv 68 vizsgálatot tartalmazott. A 2010-re ütemezett feladatok teljesültek, az év során 46 jelentés került közzétételre, amelyek közül 6 jelentést a főtitkár írt alá. Engedjék meg, hogy ehelyett szeretném szintén frakcióm nevében megköszönni a főtitkár úr teljesítményét, mert valóban, ahogy erről Babák képviselő úr szólt, volt néhány olyan hónap, amikor az állami számvevőszék gyakorlatilag valóban választott tisztségviselő nélkül végezte a munkáját. Ezzel együtt úgy gondolom, és ez a frakcióm álláspontja véleménye, hogy azt a munkát színvonalasan, a főtitkár úr korlátozott hatáskörével és jogkörével élve, de teljesíteni tudta az állami számvevőszék. Úgyhogy szeretném még egyszer az ő munkáját itt megköszönni. A törvényekben, ahogy erről az elnök úr, mármint Domonkos elnök úr itt a parlament előtt néhány perccel ezelőtt szólt, különféle rendszerességgel előírt, évenkénti, két évenkénti, illetve rendszeres feladatok teljesítése az ellenőrzési erőforrások kétharmadát vette igénybe. Ebből következik, hogy a fennmaradó egyharmadnyi kapacitást lehetett olyan a célokra fordítani, amelyek végrehajtásának gyakoriságát törvény nem rögzíti. Ezeket a feladatokat, mint az a jelentésből is kiderül, többségében a teljesítmény ellenőrzés módszertanának alkalmazásával hajtotta végre a szervezet. Tisztelt képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy a következőkben a jelentés néhány általam önkényesen kiragadott pontjával foglalkozzak. Az első a 2009-es zárszámadás ellenőrzése. 52 pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzésre került sor a témában, amelynek alapján a központi költségvetés fejezeti kiadásai 53,1%-ának megbízhatóságát minősítették. Megállapításra került, hogy a 2008. évi zárszámadás ellenőrzésekor feltárt hiányosságok megszüntetésére tett javaslatokat a tárcák csak részben teljesítették, illetve azok végrehajtása folyamatban van. Az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2009. évi zárszámadási ellenőrzése során új feladatként jelentkezett, hogy az alapok az APEC által beszedett bevételeinek adatait az ÁSZ minősítette. A könyvvizsgálók az ellenőrzés során a szülőföld alap, valamint a kutatási és technológiai innovációs alap könyvvizsgálója kivételével a számvevőszék módszertan alapján jártak el. Az elkülönített állami pénzalapok működési feltételei 2009. évben is biztosítottak voltak. A második általam kiragadott tétel az a 2011-es költségvetés véleményezése. A Matolcsi miniszter úr által jegyzett törvényjavaslat véleményezése során az adóbevételek előirányzat tervezetének megalapozottságát teljes körűen nem tudta megítélni az állami számvevőszék. A tervezett adóbevételek 46%-át teljesíthetőnek értékelte a szervezet, 15% realizálhatóságának a kockázatást közepesre minősítette, míg 6%-nyi bevétel teljesülése magas kockázati kategóriába sorolható. Arra is felhívta az állami számvevőszék a kormány figyelmét, hogy a GDP 3%-os tervezett növekedésénél alacsonyabb gazdasági növekedés további kockázati tényező lehet az egyes adónemek realizálásánál. Az állami vagyonnal kapcsolatos 2011. évi bevételi tervek 86%-át teljesíthetőnek, 14%-ot azonban magas kockázatúnak ítéltek meg. A költségvetési törvényjavaslat véleményezése során az állami számvevőszék felhívta a kormány figyelmét arra is, hogy a változó befektetői megtakarítási szerkezet a külföldiek forint és devizakötvény vásárlásainak kedvezőtlen alakulása, az állampapírpiac hozamszint prognózistól kisebb mértékű csökkenése, valamint a forint és az euró tervezett árfolyamának kedvezőtlen változása egyaránt kockázati tényezőként jelentkezhet
a 2011. évi finanszírozási terv teljesülésénél. Mindezen megállapítások tükrében kíváncsian várom a számvevőszék 2011-es zárszámadásról szóló ellenőrzési megállapításait, amelyben reményeim szerint, ahogy erről itt előttem Babák képviselő úr szólt, külön kitér majd a tervezés során tett felhívások és a valós folyamatok viszonyára, különös tekintettel a felelős költségvetési politika Fidesz által meghirdetett normáira. A harmadik pont az intézmény pénzügyi gazdálkodása. Az országgyűlés az állami számvevőszék 2010. évi feladatainak az ellátására a költségvetési törvényben 6 milliárd 631 millió forintot hagyott jóvá, amelyből 20 millió a saját bevételi előirányzat. A törvényi kötelezettség alapján az országgyűlés elnöke által felkért könyvvizsgálók jelentéséből megállapítható, hogy a teljesített bevétel 6 milliárd 918 millió forintot tett ki. A számviteli mérlegben a jogszabályi előírásoknak megfelelően az előirányzat maradvány, mint költségvetési tartalék 647 millió forintban került kimutatásra. Ezen összegből 201 millió kötelezettséggel terhelt, 445 millió pedig szabad felhasználású előirányzat maradvány. A könyvvizsgálói jelentés az állami számvevőszék intézményi költségvetési beszámolóját a 2010. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről megbízhatónak és valósnak minősítette. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés. Megadom a szót Lukács Tamás képviselő úrnak, a Kereszténydemokrata Néppárt képviselőcsoport vezérszónokának. Öné a szót. Tisztelt házelnök úr, tisztelt ház, tisztelt elnök úr! Azt gondolom, hogy egy műfajánál fogva egy állami számvevőszék tájékoztatójára vagy jelentésére elsősorban azokra a kérdésekre kell a plenáris ülésen válaszolni, hogy milyen struktúra mellett teljesítette feladatát az állami számvevőszék. Éppen azért kell ezzel a struktúra váltással foglalkoznunk, mert azt gondolom, hogy valóban, ahogy az előttem szólók is kiemelték, a demokráciának egy fontos intézményről van szó. Abban a koordinátorrendszerben kell vizsgálni ezt a tájékoztatót, amelyben született és amelyre nézve született. A 2010-es év koordinátorrendszerében egyrészt megállapítható volt, hogy az állami számvevőszékről szóló törvény hiányosságai miatt nem voltak meg a feltételek a megfelelő működéshez, hiszen már 2009 óta nem volt az állami számvevőszéknek elnöke, így valóban egyetértek azokkal a megállapításokkal és azokkal a köszönetnyilvánításokkal, akik megtették ezt, és én magam részéről is megteszem, hogy a főtitkár úr áldozatos munkáját megköszönjük. Azonban, hogy a felvetett kérdésekre, tartalmi kérdésekre is választ kapjunk. Egyrészt nem értem az előttem lévő MSZP képviselőcsoportjával szóló, aki egyrésztről megköszöni a magának az egész intézménynek a magas színvonal munkáját, amihez szintén csatlakozom. Másrészt felvet olyan személyi kérdéseket, és éppen azokat a kérdéseket, akik ezt az intézmény munkáját irányították. Ha ő nem érzi ezt az ellentmondást, akkor azt gondolom, hogy politikai frázisként elfogadható a megállapítása, szakmaiként úgy gondolom, hogy nem érdemes vele foglalkozni. De ha már itt tartunk, akkor szeretném ismételten leszögezni, hogy van egy általános és elvi kérdés ebben a dologban, nevezetesen, hogyha erős legitimitású szervezetet kívánunk létrehozni, azt mindig a parlament hozza létre, és ugyanúgy, ahogy az Alkotmánybíróságnál, vagy a Médiatanácsnál, vagy a számvevőszéknél is, szerepel az a pont, hogy csak a törvényeknek és az alkotmánynak vannak alárendben, nem utasíthatók. Ilyen értelemben ez az alkotmányos helyzet az Alkotmánybíróság esetén, a Médiatanács esetében, az állami számvevőszék esetében, és azt gondolom, hogy ez felel meg a demokratikus normáknak,
mert az erészlegitimitást megadja az országgyűlés, az egyes személyek függetlenségét pedig a törvény biztosítja, és ezekkel a törvényi garanciákkal élnek. Ilyen körülmények között ezek a támadások bármilyen ellentmondásosak, egyrésztről szakmailag azt állítani, hogy magas színvonalon végezték munkájukat, másrésztről pedig azt állítani róluk, hogy valami fajta párttevékenység sorolt, amit konkrétan egyetlen egy esetben nem sikerült kimutatni. Szeretnék Nyikos képviselő úr felvetésére is válaszolni, természetesen úgy, mint jogász. A műfajilag én is gondolkodtam rajta, hogy mit tartunk kezdve. Korábbi években sokkal vaskasabb kötetek születtek, viszont áttekinthetetlenek voltak. És rájöttem, hogy ezen a területen is váltás történt helyesen, mert ezt a tájékoztatót úgy kezeltem, mint egy sorvezetőt, nevezetesen mindazokra a kérdésekre, amire részletesebben kíváncsi voltam, vagy a bizottságom munkáját elősegíti, megtaláltam az állami számvevőszék jelentéseit. És a mai technikai színvonal mellett úgy gondolom helyes, ha a képviselők veszik a fáradtságot, és a tartalmi kérdésekben igazodni kívánnak, akkor az állami számvevőszék honlapján megtalálják azokat az érdemi és részletes jelentéseket, és itt külön szeretném kiemelni és megköszönni az állami számvevőszéknek azt a gondoskodását, hogy amikor nyilvánvaló volt, hogy vannak olyan területek, ahol el kell rendelni a ellenőrzést, mert megalapozottan lehetett állapítani, hogy nincs minden rendben, így elrendelték az Országos Cigány Önkormányzat ellenőrzését is, aminek a vége egy büntető feljelentés lett. Tehát igazolta a felvetésüket. Márpedig, hogy a szemantikai kérdésen túllépjünk, a Nyikos képviselő úrnak a másik felvetése, hogy feladatait ellátta-e az állami számvevőszék. Miután csak az alkotmánynak és a törvényeknek vannak alárendelve, miután megállapítható, hogy az állami számvevőszék ellenőrzési tervében 65 darab ellenőrzés volt, amit az akkor működő Állami Számvevőszéki Bizottság is jóváhagyott, illetőleg megtárgyalt. A időközben akként módosult, hogy 6 darab új ellenőrzést rendeltek el sürgősséggel, másrészt viszont 3-ról lemondtak. Összesen azt kell mondani, hogy túl teljesítették az előirányzatot a 68 darab ellenőrzéssel, és a ön által felvetett kérdés jogi szempontból az úgy viszonyul egymáshoz, mint a törvény és az országgyűlési határozat. Miután az állami számvevőszék csak az alkotmánynak és a törvényeknek van alárendelve, ezért feladatát elvégezte magas színvonalon, ahogy az előttem szóló mondta, a törvényeknek megfelel. Az, hogy országgyűlési határozatok 2002-ben milyen erős felindulásból születnek, és az országgyűlés felelőtlenül hogyan nem rendel eszközöket ahhoz a feladatokhoz, azt gondolom arra fényes példa, de nem az országgyűlési határozat, hanem a törvények fogják minden esetben az állami számvevőszéket kötni, és azt gondolom, hogy ezen a területen jelentős munkát végeztek el. Megfeleltek a törvényeknek, és megfeleltek az alkotmányos rendelkezéseknek. Kicsit abból a szempontból is vizsgálhatjuk a 2010-es tájékoztatót, hogy valóban egy paradigmaváltás folyik az állami számvevőszék területén, aminek azt gondolom, hogy az ország érdekében és a parlamentarizmus erősítésének érdekében is meg kell, hogy történjen. Itt nem csak a generációváltásra és az ösztöndíj programokra gondolok, hanem arra is, hogy strukturálisan is meg kell változtatni ahhoz, hogy valóban a közpénzügyekben előbbre tudjunk lépni. Mert azzal a megállapítással, hogy a közpénzügyek területén katasztrofális, néhol azt kell mondanom, hogy egy olyan öröklött helyzetben vagyunk, ahol ebben az országban mondjuk ki, nem lehet az, hogy az állami számvevőszék valamit megállapít, és most itt nem csak az állami számbevőszékre mondhatnék más demokratikus intézményrendszernek más szereplőit is. És ezek után az illető, akire a megállapodás folyik, nyugodtan a
asztal fiókjába helyezheti a jelentést. Tehát azt gondolom, hogy az a törekvés, hogy az állami számvevőszéki jelentéseknek, ha hibákat állapítottak meg, és a hibák nem kerülnek kijavítani,